No, kezdjünk akkor valami komolyat is. Hát most tábla nem lévén, ugye oda lehet majd rajzolni, ugye? Hát majd egy kicsit rövidebb lesz ez az együttlétünk, mert egyrészt itt a óra átállítás miatt apróbb csúszással érkeztem, másrészt megbeszélni valós volt, harmadrészt meg hát ugye itt még egyéb programok is voltak. Tehát összevonnám a kétféle előadást, folytatjuk az évkörben való tájékozódásunkat, illetve kibővítjük. A Veleméri templom helyett pedig most egy kicsit előreugrunk, és már a kazettás mennyezetekből hoztam egy anyagot, de csak azért, mert ez közvetlenül kapcsolódik az évkörhöz. És aztán majd, amikor oda elérünk, ezt már kész ismeretanyagként szeretném használni. Hát akkor induljunk el, kérném az első diapozitívot. Azt még hadd mondjam el, hogy közben volt itt egy tavaszi napi egyenlőség, nem voltunk Veleméren, és sikerült fölvenni végre egyszer a fény végigvonulását videóra. Én diáztam, de a diákat még nem sikerült bekereteztetni, tehát ezért nem tudom még ezt vetíteni. Ezt majd a legközelebbi alkalommal, és akkor már a teljes anyagot, tehát akkor a két napfordulóst és a két napi egyenlőségit együtt tudom vetíteni. Minden esetre most az az anyag, amit levetítek, ez a Csenger Simai festett kazettás mennyezetnek a zodiákus sorozata. Mindegyiket sorra fogom vetíteni, és hát majd megbeszéljük vele kapcsolatban, egyikkel, másikkal kapcsolatban legalábbis, hogy milyen logika szerint alakult olyanná, amilyen. Ezeket részben már én rajzoltam táblára, tehát egyike másika ismerős lehet, például ez is ismerős lehet, hiszen a vetítések során megbeszéltük, hogy nem mindig csak is kizárólag azt az évköri egységet jelenítik meg, amelyik a főszereplője az illető kazettának, hanem azt is, hogy hogyan jön létre ez a tulajdonságrendszer. Tehát az, hogy itt egy kirobbanó energiának a megjelenítéséről van szó, az nem kétséges. A legáltalánosabb képjelek közé tartozik, tehát festett kazettás mennyezeteken, népművészeti ábrákon is nagyon sűrűn jelenik meg. Ilyenkor általában Habsburg címerállatnak veszik, és úgy szépen betopozzák. Mondom sem kell, ennek semmi köze nincs semmiféle Habsburg címerállathoz. Viszont nagyon szépen lehet látni, hogy ez a kétfelé hajló egyforma ívelődésű nyak és végén a fej, ez tulajdonképpen egyetlen mozgásrendszernek két szélső helyzetét jeleníti meg, és eddig ez elég világosan mai napig is a kosnak a jele. Tehát az évköri jelentése szerint ez a kos tulajdonságoknak felel meg. De ha az alatta lévő részeket is megnézzük, akkor még alatta két szint van. Az egyik az ez a sáv, a másik pedig ez az alsó rész. Ha az alsó részt önmagában veszem, ebből nem csak, hogy madarat nem fogok tudni előre látni, hanem még élőlényt sem. Tehát ha én ezt a tömör fekete alakzatot visszakeresem a többi kazettán, akkor ott a folytatásában nem madártestet fogok találni, hanem egy kancsót fogok találni. Tehát ha ezt én tovább rajzolom, akkor egész idáig ez egyetlen kanta. És akkor nem két láb jön ki belőle, hanem ezek fülekké változnak. Tehát minthogyha a szárnyak visszahajlanának, fülekké változnak, és akkor kapom meg azt a korsófajtát, amit általában olasz korsónak neveznek, teljesen értelmetlenül, mert pont olasz földön nincs ilyen kancsó, illetve nem onnan, nyilvánvalóan nem onnan jön. De mindegy, így nevezi őket a szakirodalom. Tehát ez eddig egy kanta. Ha a középső részét nézzük, akkor itt... Hát ezek, ha csak ezt a részt vesszük, akkor elég nyilvánvalóan legalább annyira pikkelyek, mint amennyire tollak, sőt, egy kicsit inkább pikkelyek, mint tollak. Tehát ez azt jelenti, hogy innen idáig ebből a kantából egyszerűen hal változik. De ez itt a szemünk láttára. Ennek a halnak a magasságában két oldalt pedig szárnyak nőnek. Na most ezeket a szárnyakat jól nézzük meg magunknak, mert majd még találkozni fogunk velük, amikor elérkezünk a szűz kazettájához. Egy az egyben ugyanezek fognak megjelenni, csak egy másfajta elrendezésben,
még azt sem mondhatom, hogy nagyon más elrendezésben, csak egy kicsit tömörödnek, mert a közepük lesz szűkebb. Tehát nem a hal fog megjelenni a középtengelyben, nagyon nagy igazság, egészsége, hanem ők maguk válnak majd élértékűvé, tehát a szárnyasnak, mint a szűz jelölőjének, tudjuk a népi csillagnevek között a szárnyas elnevezés az a szűz csillagképet illeti, tehát annak lesznek majd a jelölői. Na most, vajon miért kell, hát annyit már nyilván kitaláltunk, hogy itt a kanta az a vízöntőnek a képjele, egyébként így is nevezik, tehát a népi csillagnevek gyűjteményében Torockai Vigand Edének a gyűjtését lehet ebben a tekintetben forgatni. Az a legismertebb gyűjteménye a népi csillagneveinknek. Hát abban a kanta egyértelműen a vízöntőt jelenti. Utána a halak jön, és ha halakat nézem, akkor abból közvetlenül árad ki a kos. Tehát ebben a vonulatban mi tisztán tudjuk értelmezni a dolgokat. De mit keres itt a szűz? Tehát itt kezdenek az emberek kétségeskedni, hogy talán az mégiscsak beleolvasás, talán mégsem kellene ennyire erőltetni, mégiscsak egy kétfejű sas habzúr címer állat, ami itt van. Holott pedig pontosan ez a lényeg. Ahhoz, hogy föl tudjon támadni a természet, ahhoz nem a halakon kell átjutni, hanem egy halál tengelyen kell átjutni. A halál tengely pedig igazán veszélyessé nem a halaktól válik, hanem a szűztől válik. Ezt a tengelyt már régen ismerjük, ezzel kezdtük az évkörben való tájékozódásunkat, hogy két fő tengelyt kijelöltük. Az egyik az a saját tejútrendszerünk központja felé mutat a nyilas csillagképen keresztül, és ennek a túloldal az az ikrek, ez az élettengely. És erre merőleges az a tengely, amelyeknek az állatövön az egyik végpontja a halak. Ez a veszélytelenebb, ez a nyugvó, tehát ez az, ahol a dolgok lecsapódnak, de nem ő maga a kezdeményező, hanem a túloldala a szűz, ahonnan viszont egy iszonyatos szívóerő működik. Tehát a szűztől válik a halak annyira veszélyessé, nem pedig a halaktól a szűz. Ez nagyon fontos tudnunk, mert itt energiagazdálkodásról van szó, tehát itt a mindenségben, a bennünket körülvevő részében ezek a fő energiagócok. Az egyik az a saját tejútrendszerünk irányából jön, ez tápláló, a úgynevezett teremtő erőknek a legközelebbi forráshelye a közelünkben, másik pedig egy szívó jellegű, ez kifejezetten veszélyes. Tehát egyöntetűsít és szív. Na most ennek viszont a szűz irányából hat a szívó ereje. Miért? Azért a szűz irányában nagy messzeségben, hál' Istennek, tehát nem nagyon közel, de hatalmas anyagtömörödés van. Ez az, amit mi a szűz extragalaktikus szuperhalmaznak nevezünk. Tehát nem a halakon kell áttörni, hanem a halak szűz tengelyen kell áttörni. Ha ezen nem tud áttörni a természetben rejtőző, mert itt még rejtőző élet, hát akkor bizony nem lesz feltámadás. Tehát ez roppant lényeges dolog. De még egy nagyon lényeges dolog van ebben. Azt tudnélik, hogy ahhoz, hogy én föl tudjak támadni a feltámadás ünnepen, ami mindig tavaszi napi egyenlőséghoz van lekötve, tudjuk a húsvét számítás azért volt olyan fontos, mert mozgó ünnep lévén, ugye holttöltéhez is kapcsolódik, mindig a tavaszi napi egyenlőséghez képest kellett kiszámítani a holttölt, az első rákövetkező holttölt helyét. Tehát ehhez a tavaszi napi egyenlőséget kellett pontosan ismerni. Tehát minden esetre ahhoz, hogy itt a feltámadás ünnep bekövetkezzék, honnan jön az energia? Teljesen nyilvánvalóan innen. Hát itt csak elszívják. Tehát azt jelenti, hogy nekünk a vízöntőben kell elég energia tárolódjék ahhoz, hogy az átvészelve ezt a hatalmas halálövezetet, mégiscsak jusson belőle elég a tavaszi napi egyenlőséghez, mert ebből fog tudni föltámadni. Tehát ha itt nem kap elég energiát, akkor nem lesz föltámadás. Tehát tulajdonképpen a vízöntő az, amelyik éppen azért kell ott tiszta energiává minősülni át minden testi megvalósulásnak, azért, hogy ez az energia átvészelve ezt a bizonyos haláltengelyt, utána feltámadáshoz tudjon segíteni. Ha még emlékszünk rá, vetítettem én, legalábbis úgy emlékszem, hogy vetítettem azt az ábrát, amelyik egy szkíta sólyomnak volt az ábrája, nyugodtan mondhatjuk turulnak, ahol egy ilyen visszahajló, ilyen érdekes
nagy csőrű madár volt, az annak is ez a ábrája volt, és itt természetesen ugyanilyen pikkelyes volt a hasrésze, saját keble felé hajtotta vissza a nyakát, és itt rá fogott, tehát nem karmolt, nem bántott, nem, hogy mondjam, sebesített meg, egy hegyi kecskét, talán még emlékszünk rá, akit földobta már a talpát, tehát nagyon rossz állapotban volt, de sőt itt is maga alá húzta már a lábait. Lényeg az, hogy halálán volt, és ugyanezen a tengelyen keresztül kellett eljuttatni hozzá az energiát, természetesen önkéntes áldozattal, és akkor lehetett csak ezt a szerencsétlen halálra vált kecskét életre támasztani. Igen, ám de az egész nem ért volna egy kalap szarvasgombát, ahogy szoktuk mondani, ha ennek nem lett volna itt mögötte egy hatalmas, mondták Péter továbbra is a 20, 38, 16, 14-es számára. Tehát ha nem lett volna ott mögötte egy hatalmas pávafarok kitárva, és ez az, amivel nem tudnak mit kezdeni azok, akik elemzik, mert hát akkor most vagy turul, vagy páva, vagy ragadozó madár, vagy hát éppen nem hangjáról híres, de mégiscsak énekes madár. Tehát pedig döntően fontos, hogy ha nincs egy háttér energiaszolgáltatás, akkor ezt az önkéntes áldozatot nem fogja tudni végrehajtani. Tehát ez a vízöntő energiabázis, ez egyszer nagyon kell a tavaszi feltámadáshoz, és utána még mindig nem fújt ki, hanem egészen a nyári napfordulóig jelen kell legyen, mert ebből tud csak táplálkozni az az önkéntes áldozat is, amelyik végül is segíteni tud a legrosszabb helyzetben lévő kecskén. Semmi gond. Vízöntő hatás. Ugye? No, tehát, ezt ugye vetítettem én. Ezt csak azért kérdezem, mert lehet, hogy még fogom továbbiakban is, hiszen amikor a kazettás mennyezetekhez érkezünk, nyilván akkor fogom még. Na, akkor most menjünk tovább, kérném a következőt. Nyilván föltűnik, hogy milyen tiszta, szép ábrákról van szó. Úgy gondoltam, hogy tovább. Jó, köszönöm szépen. Tehát ezek nem közvetlenül a kazettákról készültek, hanem valamikor a 80-as évek végén egy báb darabot csináltunk mi Debrecenben a Szépen zengő pelikán madár címmel. És miután ez az első olyan kísérlet volt, hogy egy mesének a cselekményét az évkörben értelmezzük, és történetesen a Szépen zengő pelikán madárnál nem volt olyan nagy vicc rátalálni, hogy a pelikán madár az melyik évköri egységet jelenti. Tehát az ötlet merült fel bennem, hogy akkor mi most ne díszleteket építsünk, pontosabban a díszletek ne téregységeket jelöljenek, hanem ahogy a mese cselekménye zajlik, az szerint változzon a háttérben az időszínt megjelenítő kazetta. Ami azt jelentette, hogy amikor indult a cselekmény, az akkor éppen a rákból indult, akkor mögötte a háttérként a Csenger-Simai mennyezetnek a rák kazettája, vagyis mindjárt fogjuk majd látni, ez a pelikán jelent meg. Akkor jött a következő jelenet, abban már az ikreknek a kazettája jelent meg, tehát háttérben cserélődött a kazetta. És így mentünk végig, tulajdonképpen díszlet nem is volt, csak annyi volt, amennyi okvetlenül a cselekményhez kellett. Tehát ha egy patkány bejött, akkor bejött tényleg egy patkány, egyébként tényleg jön be patkány a darabba, vagy ha egy asztalnál folyt a dolog, akkor az asztal följött a paraván alól, de egyébként semmiféle díszlet nem volt, hanem ezek voltak, és ott döbbent rá a közönség is, meg hát maguk a játékosok is, hogy az egész az egyetlen időrendszerben játszódik, és nem kell itt állandóan díszletekkel bajmolódni. Mert a díszletek maguk is ezeket kellene, hogy megjelenítsék. Így meg tökéletesen érthető volt, hogy mikor, hol tartunk egy folyamatos évköri hát, cselekményrendszerben. Na most hát a második a bika, és itt nagyon szépen lehet látni, ja, és hát ezek a díszletnek az elemei. Itt nagyon nagy pontossággal rajzolta meg és festette meg, körülbelül ekkora egy ilyen vászonra festett tábla,
Pikó Sándor festőművész, de úgy, hogy több mint egy évig dolgozott rajta. És többször kimentünk a helyszínre, lefotóztuk, utána ő falra vetítette, és a falra vetített kép alapján nagy pontossággal festette meg. Ami azt jelenti, hogy nyugodtan lehet elemezni ezeknek a segítségével, mert itt jobban lehet látni. Minden részlet forma is. Tehát pontos, ha itt kettő van, akkor ott is kettő volt, ha itt három van, ott is három volt. És a színek is megfelelők. Na, tehát mi a lényeg? Adva van egy középtengely, abból van egy lefelé irányuló mozgás, ami állandóan kap utánpótlást. És utána van egy pillanat, amitől kezdve már fölfelé indul. És már az is látható itt, hogy az ikrek is majd ezt fogja folytatni. Tehát lesz majd egy következő fázis, amikor már nem csak önmaga tendenciáját tudja fölfelé tovább indítani, hanem amikor minden tendencia már csak fölfelé fog mutatni. És akkor érek el majd az ikrekbe. Tehát a folyamat, ugye a kosból ez a tendencia visz tovább. Amíg ez a tendencia gyenge, addig semmi más nem tud, mint önmagát ismételni. És jön egy pont, ahonnan elkezdi önmagát táplálni. Tehát minden energiát visszapörget önmagához. Na ez az, amire azt mondják, hogy az önző bika. Tehát, hogy itt csak önmagát táplálja. Na de miért táplálja? Azért, hogy itt föl tudjon emelkedni. Tehát nyilvánvalóan kell egy energia sűrítés ahhoz, hogy utána fölfelé el tudjon indulni. Egyébként pedig földre érkeztünk, tehát a földtámadás az a föld alól hozza föl az életet a föld felszínre. A föld felszínén nem olyan egyszerű dolog élni. Ha mégis úgy gondoljuk, akkor kérdezzük meg egy most született csecsemőtől, hol érezte jobban magát. Tehát az első reagálás arra, hogy földön kell érni, ez a sírás. Tehát nem olyan egyszerű dolog, vagy nem olyan erre szoktuk mondani, nem dzsembori itt a földön élni. Tehát ezt igenis kell hozzá egy bizonyos közegteremtés, hogy egyáltalán az ember úgy érezze, hogy mégiscsak maradok, és nem húzok ki azonnal a rendszerből. Ne felejtsük el, rendkívüli mértékű volt valaha a csecsemő halandóság. Ezt mi tragédiának vettük, pedig ebben az égvilágon semmi tragédia nem volt. Ez azt jelentette, hogy az a valaki, aki ide érkezett, körülnézett, azt mondta, köszönöm szépen, nem kérek belőle. Nem kérek belőle. És már ment vissza. A jelenleg ugye megtartják akarata ellenére, ez mit jelent? Egy seregbetegséget visszahoz, amit közben már az emberiség leselejtezett. Érthető? Tehát ma az orvostudomány legnagyobb problémája az, hogy egy sereg már régen leselejteződött betegség most újra visszatér az emberiség körébe, mert ezek eddig a csecsemő halandósággal eleve kiszűrődtek. Ma mesterségesen életben tartják őket, ezáltal megjelenik újra a betegség. Tehát ez megint az áll jótékonyság, hogy valakivel jót teszek, és cserébe pedig, tudom én, 2000 emberrel rosszat teszek. No, tehát az, hogy én berendezkedem, magamnak közeget teremtek, ez a bikánál jelenik meg először, mint feladat. Aztán még lesz kétszer ilyen földes tulajdonságú jegy, de az, hogy én egyáltalán a földön jól érezzem magam, az a bikának a feladata. Mehetünk tovább, kérni a következőt. Úgy van, és akkor már lehet érezni, hogy itt van egy kis gubanc, mert ugye nem közvetlenül ez a tendencia fog majd tovább menni, hanem ott már a berendezkedett életből kell megtalálni. Tehát abból a tendenciából, amelyik már egyszer bikaként önmagát megtanulta táplálni. És csak ha ez teljes értékű, akkor indulhat fölfelé. Tehát nem ebből lesz, hanem ebből lesz az ikrek. És ott a lényeg az, hogy a párhuzamos függőleges, ami csak fölfelé való mozgást ismer. Tehát egy iker, ha egymással vetélkedik is, akkor mind a kettő a vetélkedés folytán magasabbra fog jutni. Éppen ez a tétje a vetélkedésnek. Egyébként nagyon jól lehet érezni, hol van az az energia, amelyik fölfelé visz. Nem csak, hogy a kanta jelzi, hanem benne még szőlőfürt is. Na most a szőlő, ha bogyók, együtteseként jelenik meg, mint például itt, akkor is a vízöntőképjele,
De itt jól lehet érzékelni, általában normális ember nem szőlőt tesz bele az edénybe, hanem annak az erjesztett változatát. Tehát előbb megtöretik a teste, és ettől szabadul föl belőle a spiritus, amit mi szeszként fogyasztunk, de tulajdonképpen a szellemnek is ugyanez a neve. Tehát ez azt jelenti, hogy egy tartaléknak még maradni kell benne bogyó formában, és hol fogja ezt majd használni? Hát tessék a táblára nézni. Tehát kell belőle maradjon arra is, hogy majd ezt az önfeláldozó tettet végre tudja hajtani, ami már csak a következő stádiumban a rák egységében válik esedékessé. Nagyon szépen lehet egyébként érezni, hogy a ikrek és a vízöntő az, mint egymás dekanátusai is kell, hogy együtt jelenjenek meg. Tehát ugye a mérlegség, a kiegyensúlyozottság, az ikrek tendencia, ami itt a legfontosabb, és az energiaszolgáltató vízöntő, mind a három levegő elemű jegy, ezekkel már foglalkoztunk így. Tehát lényeg az, hogy az elemek szempontjából, ha végigjárjuk az zodiákust, akkor ez összetartozó három tulajdonság. De hát itt nyilvánvalóan az ikrek a döntő. Mehetünk tovább. És akkor az a kazetta, amit én elég sokszor rajzoltam is, és mindig mondtam, hogy egyszer azért majd le is fogom vetíteni, mert feltétlenül kell, hogy ezt így is ismerjük. Hát ez, mondhatom, minden idők egyik legszebb kazettája, a tartalmát tekintve, és azt is jelzi, hogy nem kell ahhoz egy Michelangelo-nak lenni, vagy egy Raffaello-nak lenni, hogy az ember a lényeget ekkora felületen el tudja mondani. Itt tudni kell, hogy az az egy vonal, az hova kerüljön. Nem kell nagyon sokat szőrözni rajta. Tehát itt lehet már is látni, ha ebbe az irányba menne, mi lenne belőle? Virág, nyilvánvalóan. Na most, tehát ha ezt szárnak veszem, ezt pedig, ugye a testet ebbe az irányba növesztem tovább, akkor ez ki fog bomlani, hát ezt le tudjuk rajzolni magunknak. És virág lesz belőle. Most a virág az a virgónak a névalaki, hangalaki változata. Tehát azt jelenti, hogy ha ebbe az irányba folytatnám magát, szűz maradna. Virgó az a szűznek a latin neve. Ilyenkor az ember a latint már nagyon óvatosan mondja, mert azt, hogy ez a latin egyáltalán micsoda, az egy külön téma. Tehát az, hogyha én valamit a latin nyelv szótárában találok meg, az egyáltalán nem biztos, hogy az eredetileg is latin volt, ez egy összeállított nyelv, amit gyakorlatilag csak másodlagos forrásokból ismerünk. Tehát vagy középkori használatból, vagy pedig hát meglehetősen kétes hitelű reneszánszkori, hát állítólagos eredetikből. No, tehát lényeg az, hogy ebben az irányban, ha ebben az irányban vállalja önmagát, akkor szűz állapotba jut, önmagát fogja tudni kiteljesíteni, mutatja a világnak, de nem lesz eredménye. Tehát ahhoz, hogy eredménye legyen, meg kell fordítani a folyamatot, ez szépen összecsukódik, nem röpködünk, befejezzük a röpködést. Ez erre mondjuk, hogy a szűz állapotból asszonyi állattá válik. Az állat itt mindig állapotot jelent, méghozzá kifejezetten áldott állapotot. Tehát ahhoz neki szépen össze kell csukódni. Ha elkezd röpködni, akkor nem fogja tudni táplálni őket, mert itt még saját vérével kell táplálni. Tehát azt jelenti, hogy le kell nyugodni, ez szépen visszanő, addig nő. Látjuk, eddig, ha nőne, és két irányban egyensúlyosan nőne, akkor kapnánk meg a rák figuráját. Bocsánat, a kosnak a figurát, most vagyunk a ráknál. Tehát akkor viszont nyilvánvalóan nem átlóra szerveződne a teste, hanem középvonalba kerülne. Miért? Mert egyensúlyos lenne a mozgása. De ez visszafejlődött, ez a nyak, ez pedig addig nyúlik, ameddig tud, és tovább nem tud. Miért? Azért, mert elérte saját keblét. És itt egy másfajta továbbfejlődési út van, ez már tiszta energia. Tehát itt nem anyagi mi voltában fejlődik tovább, hanem megnyitja önmagát, és ez a tiszta energia, ez tölti meg élettel a rábízott életeket. Na most itt általában fészket is alá szoktak rajzolni, ebben az esetben nem szükségszerű, mert a fészek ilyenkor már a mérleg tulajdonságot hozza be a képbe. A mérleg
az a megtartó erőnek a képviselője, ez a teremtő erőnek, méghozzá az önfeláldozó teremtő erőnek. A megjelenítő, és itt nagyon fontos kérdés, hogy az állati testben is megvan, ha nem is olyan éles határvonalakkal, a háromszintűség. Tehát a szellemiség, a lelkiség és a testiség. Általában a lelkiség és a testiség meglehetősen egy csomagban adódik. Itt nyilvánvalóan a szellemiségnek kell egy bizonyos határon belül, tehát itt a határ önmaga természetesen, egy visszakanyarodó pályaévet bejárnia. Ha a szellemiség ezt nem tudja vállalni, mert ez csak tudatos vállalás lehet. Erre szoktuk mondani, hogy nagyon nem mindegy, hogy én önként megyek-e föl a Golgotára áldozatot vállalni, vagy mint vágóhidi barmot hajtanak oda. Egyáltalán nem mindegy, mert az egyik egy szellemileg teljesen átélt vállalás, a másik pedig egy baromnak az ide-oda hajkurászása, ami semmiféle vállalást nem tartalmaz. Jelenleg a magyarságot vágóhidra hajtják, és mint barmot lefogják, vagy leszeretnék, nem fogják, de leszeretnék vágni. Teljesen más dolog, ha én ezt vállalom tudatosan, mert tudom, hogy euromajmokat csak a saját nyelvükön lehet meggyőzni, hogy emberré válhatnak. Akkor ez egy vállalás. Én vállalom, hogy bemegyek a majomketrecbe. De hogyha behajtanak, és én mint egy barom megyek be, az egy teljesen más dolog, annak nem, hogy semmiféle előremutató szerepe nincsen, hanem kifejezetten leépítő jellegű, akkor még az a tartalék az emberiségnek is elenyészik, amelyik bennünk még mindig megvan. Tehát ezért nem mindegy, hogy ez egy tudatos vállalás-e, sőt annak a szélső határáig elmenő vállalás, vagy pedig egyszerűen egy hajkurászott lénynek a lemészárlása. Mindenesetre roppant lényeges dolog, hogy hova csatolódik vissza. Mert ez lemehetne a test szintjére. Minden további nélkül magába a folyamatba is visszacsatolódhatna. Van olyan ábránk is, ahol idáig csatolódik vissza. Tehát azt jelenti, hogy nagyon hamar zárt kör képződik. De ha a lélek szintjén, ha megtalálja a saját lelkét, és ez az, amit a legtöbb ember nem tud megtalálni. Miért? Azért a papja is lebeszéli róla, hogy van lelke, meg a pártitkára is. Papja azt mondja, hogy csak szellem van, a szellem azonos a lélekkel, nem kell törődni, ez nem három szint, ez csak két szint, a kettőt egymásnak ugrasztja, azt mondja, ha egyszer a lelked vállod, akkor írd ki a testedet, ha a tested vállod, akkor ne törődj a lelkeddel. Tehát ez a kettősség, ez egyszerűen egy ember, hogy ember ellenes tett, hogy a hármasságot kétszintűvé vonják össze. És az a helyzet, hogy sajnos ez tényleg így történik, tehát még dogmatikai szempontból is elkezd igazolni. Holott pontosan tudja, hogy a héberben is két szó van, a lélekre és a szellemre, meg a görögben is két szó van. Tehát az Újszövetségben és az Ószövetségben is ismerik mind a két tételt. Ennek ellenére összevonják, és minthogyha csak egyről volna szó, szinoníma szerűen emlegetett egy dologról, összesen csak ezt a csomagot, amelyben együtt van lélek és szellem, meg a másik csomagot, amiben test van, ezt ugrasztják egymásra. Ez nagyon-nagyon nagy bűn. Tudnék, arról van szó, hogy ha nem találom meg a lelkemet, amit a szellem segít megtalálni, akkor nem lesz áldozat. Akkor nem lesz gyerek se, lesz viszont önzés, lesz kioktatás, lesz, hogy mondjam, a lelkeken való zsarnoki uralom. Most nem tudom, ragozzam-e tovább. Tehát roppant lényeges, hogy szellemi úton indul el, de ha nem találja meg a lelkét, nem fog tudni áldozatot hozni. És ahhoz, hogy megtaláljam a lelkemet, tudni kell, hogy egyáltalán van. Ha nem tudom, akkor nem fogom keresni. Mi fog történni? Ez az egész folyamat visszafejlődik, vagy zárt körré válik, ilyen is van. Ez nem nyílik meg, ezek természetesen elpusztulnak. Én meg virágzok tovább, mutogatom magamat, természetesen altestemmel, ugye, mert mit tehetnék mást ebben a rendszerben, és nem lesz gyerek, nem lesz folytatás. Na most gyakorlatilag a jelenről beszélek. Na, ennyit erről. Na, most nagyon fontos kérdés, hogy a rák, ugye ez a fényben leggazdagabb időszak az évkörben.
Tehát itt van a legtöbb a fényből, legkevesebb a sötétségből. Ez indul a nyári napfordulóval, ahol leghosszabb a nappal, legrövidebb az éjszaka. Tehát minden, ami a fénnyel kapcsolatos, azaz a jóság, szeretet, ingyen, kegyelem itt van csúcson. Ez azt jelenti, hogy szélső esetben én azokat is tudom segíteni, mégpedig önfeláldozó módon, akik nekem halálos ellenségeim. És erre mondják, hogy na jó, de ez már nincs benne a képjelben, de benne van a képjelben. Éppen ez a gyönyörű benne, hogy benne van. Tudnék, itt még ők nagyon ártatlan, nagyon kedves lények. Azáltal, hogy kapják tőlem az energiát, fölemelkednek, itt visszafordulnak, itt már elég éles a csőrük, már itt lehet érezni, hogy konfliktus lesz az én szellemi vonulatom és az ő élettendenciáik között. Itt körülbelül a serdülőkornál van az illető. És itt már bizony keményen nekiesik a szülei gondolkodásmódjának, hol indokolta, hol nem indokolta, legkevésbé pont ezt érti meg. Miért? Azért, mert ő most épp serdülőkorban ott tart, hogy az egyenlőség elvét vallja ideálisnak. Tehát az, hogy én úgy cselekszem vele, ahogy elvárom, hogy ő velem cselekedjen. Ez az ikreknek a tendenciája. Itt egy egészen más dologról van szó. Tehát magyarul, amikor a szülő olyannak is ad, akitől nemhogy nem várhat vissza, hanem ráadásul csak gyűlöletet kaphat vissza, és pofont, akkor azt mondja, hogy bolond az apuka, vagy bolond az anyuka. És leválik róla, és elkezdi cikizni. Tehát még nem érte meg odáig, hogy megértse, hogy igen, ez majd a következő fázis lesz. Mindenesetre itt egy nagyon kemény konfliktus alakul ki. És amikor pedig teljesen éretté válik, akkor meg mi történik? Kiszorítja a fészekből az anyukát. Tehát magyarul, akit én itt véremmel tápláltam, teljes szellemi, lelki javaim rájuk zúdultak, azok szépen fölemelkednek, itt nagyon kemény szellemi jellegű konfliktusunk támad, itt pedig egyszerűen kiszorítanak a fészekből. Tehát ez azt jelenti, hogy a saját gyermekeim ideális esetben a legnagyobb ellenségem, most az ellenséget nagyon-nagyon idézőjelbe tegyük, de többszörös idézőjelbe, ugyanis minden szülő akkor igazán boldog, ha ki tudja szorítani a gyereke a fészekből. Ezt már állíthatom, mert már ott tartunk, hogy hál' Istennek ki is szorított. Tehát ezt elmesélte a múltkor, hogy ez a bizonyos, hát most nem azt a nevet fogom mondani, amit a múltkor mondtam, hanem egy másikat, Abu Ali ibn Sina. Ez egy nagyon ismert név, ezt írjuk is föl. Tehát Abu Ali ibn Sina. Múltkor Abu Hamid al-Garnátira hivatkoztam. Tehát ez az Abu Ali ibn Sina, mind a két név nagyon fontos, tehát mind a kettőt jó, ha fölírjuk magunknak. Mert az Abu Hamid al-Garnátit, őt említettem a múltkor, mint aki önmagát már a fiáról nevezi el. Tehát az, hogy Abu Hamid, az azt jelenti, hogy Hamid fia. Tehát ilyenkor már a fiam híresebb nálam. Tehát én már őróla nevezem el önmagamat. Tehát ez Abu Hamid al-Garnáti, az azt jelenti, hogy Hamid fia Granadából. Al-Garnáti az azt jelenti, hogy a granadai. Igen ám, de van egy ilyen költő, tehát ő egy utazó volt, őtőle tudjuk például, hogy a szlávok nevében tényleg benne volt a K betű, tehát ők nem szlávok, hanem szklávok, mert arabul ezt szaklávnak írja le. Tehát itt nincs vita, az, ha én szlávról olvasok középkorban, azt jelenti, hogy szolgákról olvasok. Itt felejtsünk el minden más egyéb magyarázatot, ez teljesen egyértelmű. Tehát nincs ilyen, hogy szláv törzsek, mert a szláv ott kezdődik, hogy a törzsekből kiesett. Tehát a törzsi kötelékből kiesett. Ha valaki ilyeneket olvas, hogy szláv törzsek, akkor 3 napig büntetlen röhöghet, mert körülbelül annyit ér ez a kijelentés. Ehhez képest a történelmi könyvek tele vannak szláv törzsekkel. Szinte mást sem kapunk bennük, mint szláv törzseket. Tehát az a név, amit most másodjára mondom, ez egy utazó volt ez a granadai, és nagyon sok mindent, például a mi középkori történelmünkből is neki köszönhetünk. Ő írta le azt, hogy a magyar királyság az hatalmát tekintve és kiterjedését tekintve is nagyobb Bizáncnál. És el kell hinni nekik, mert mind a kettőn átment, tehát pontosan tudta az erőviszonyokat. Tehát ilyen beszámolókat azért nem nagyon szoktak ismertetni, mert ez teljesen reális, hiteles. Tehát semmiféle érdeke nem fűződött ahhoz, hogy gazsuláljon a magyar királynak. Ráadásul ezt a szövegét már akkor írta, amikor már régen ott volt Bagdadban. Tehát már hazaérkezett. Másik hazájába, ugye Granadából,
a kalifátusban. Na, a lényeg az, hogy amit én most másodjára mondok, az Abu Ali, lehet tudni, hogy ez Alinak az apja, Ibn Sina, az mit jelent? A Sinának viszont a fia. Tehát ő az apját is megnevezi, meg a fiát is. Pontosan először a fiát, és aztán az apját. Na most ki ez az Abu Ali Ibn Sina? Hát ezt latin nevén Avicennának nevezik, illetve olaszosan, és Avicennának latinosan. Ez orvos is volt, csillagász is volt, költő is volt, egy óriási szellem volt. Egyébként Tadzsikisztán szülötte, Tadzsikisztánban nagyon sokan születtek olyanok, akik aztán kiválóak lettek. És az egyik leggyönyörűbb verse, amit egyszer már lehet, hogy föl is olvasok, ez a lélekről szól. Tehát pontosan arról a témáról, amiről mi most beszélünk. És nagyon-nagyon szép ez a vers, Képes Géza fordította, egyszer majd valamilyen alkalommal megpróbálom felolvasni. Tehát lényeg az, hogy a gyermekem, ha jól nevelem, akkor garantáltan ki fog szorítani az életből, és én erre is törekszem. Úgyhogy ne becsüljük le azt, hogy akkor is, ha a családon belül érvényesül ez az önfeláldozó szeretet, akkor is tulajdonképpen az én a legegyértelműbb ellenlábasomnak adom az energiát. Miért egyértelműen ellenlábasom? Mert ő fog majd engem az életben helyettesíteni. Tehát ő lép a helyemre az életben. No, akkor nézzük tovább, kérném a következőt. Most mikor fogunk mi szünetet tartani, ebédszünetet? Egy órakor tartsunk, és akkor utána már Szántai Mester jön, ugye? Nem, hanem, hogyan? Ja, Hintalan jön. Tehát kibírja a társaság egy óráig? Nem, szerintem sem. 12-kor tartsunk egy rövid szünetet, jó? Megmondom miért, mert ha kicsit össze tudom szedni az eszem, lehet, hogy akkor szünet után el tudom mondani ezt a verset. Jó? Amit viszont tényleg jó lenne, mert ide tartozik. Jó? Ahhoz egy kicsit memorizálni kell, mert ez egy elég hosszú vers. De megéri, mert gyönyörű. Mondhatom, hogy nagyon-nagyon ideillik, és tényleg gyönyörű. Na most, az oroszlán az ennek a tendenciának a megvalósítója. Tehát Csenger-simai mennyezeten az oroszlánnak nagyon-nagyon lehatárolt a szerepe, nagyon kicsi a szerepe. Hogy miért nem, ezt majd akkor fogjuk érzékelni, amikor részletesen végigmegyünk a kazettás mennyezeteken. Egy biztos, hogy nem véletlenül. Erről annyit lehet már is tudni, hogy közvetlen a fal melletti kazetta. Tehát egyszerűen nem tud oda fölverődni a fény, ide semmiképpen nem tud fölverődni a fény, mert ugye a rézsűről, az ablak rézsűről verődik föl, de hát ha elég vastag a fal, akkor nem tud közvetlenül a fal mellé fölverődni, csak erre a kis keskeny sávra. De ez önmagában semmit sem magyaráz, mert ha az oroszlán itt fontos lenne, akkor nem ide festeni, hanem ide festeni a következő kazettára. Tehát ez azt jelenti, hogy itt valami miatt az oroszlán szerepe visszaszorul. Miért nem, ezt majd ott megbeszéljük. Tehát ez már egy ütvtörténeti rendszerben kapja meg a maga magyarázatát. Egy biztos, hogy itt a földi uralomnak, tehát annak, hogy én vagyok a király, földi körülmények között, egy ütvtörténeti rendszeren belül nem lesz nagy jelentősége. Tehát lenne esély arra, hogy földi uralmat megvalósítson, úgy is üdvözlik, ugye, mint a zsidók királyát, tehát mint Dávid unokáját, és ha valaki ő pontosan tudja, hogy ez nem én vagyok, hanem az a nevelő apám József, aki ugye Dávidnak a leszármazottja, tehát szépen visszamegyek, teljes önfeláldozást vállalva, tehát nekem nem a földi királyság a feladatom, nekem a megváltó, méghozzá egyetemes megváltó szerepe, ez a vállalt szerepem. Tehát ott a földi királyság nagyon vissza kell, hogy vonódjék. És ezért van az, hogy talán az eddig ismert ábrái közül az oroszlánnak ez a legvisszafogottabb. Szinte érzi az ember, hogy csikorog-nyikorog itt az oroszlán, hogy de nekem nagyobb tér kellene. Persze, hogy nagyobb tér kellene, hogyha te egy földi embernek akarnál megszületni. Hát még jó. Hát képzeljünk el egy oroszlánt, aki beéri egy ekkora térrel, amikor ekkora állna a rendelkezésére. Hát persze, hogy nagyon rosszul van. De most neki nem ez a feladata. És meg kell tanulni azt a királyságot, ami rendkívül csábító, mert még ráadásul föl is kérnek rá, meg kell tanulni visszaszorítani magunkba. Ha
megváltói feladatra vállalkozunk. Nem, nem. Na, akkor nézzük a következőt. És akkor gondolom, hogy fölismerjük, itt vagyunk szemben a hal alakzatával, és itt lehet látni, hogy szabályosan így behúzódik, szinte egyetlen egy kis flakonnál válik. Na, abban még van két kis flakon, de azzal most ne foglalkozunk. Tehát maga ez a hogy mondjam, nem kanta ez itt, hanem tényleg egy ilyen kis flakon. És egyfolyt, hát nevezhetjük kulacsnak, bár kulacs az még hasasabb. De lényeg az, hogy ezt én már nem ismerem nevén nevezni. Tehát lényegében ez az egy, ami belőle úgy nyilatkozik meg, hogy rá is lehet ismerni. És mint egy ennek a továbbragozódása, kinyílása, maga a szűz tulajdonság. Ha ezt most itt nyakánál megfogom óvatosan, és megfordítom, akkor mit kapok? Persze, tulipán, persze. Hát van ilyen tulipán a népművészetünkben, tehát nem csak három szirmú tulipánunk van, van olyan is, ami két irányba egészen szélesen kibontakozik. És lehet látni, hogy ő viszont tényleg ebben az irányban valósítja meg önmagát. Tehát van egy hatalmas szellemi tartaléka, azt is lehet látni, hogy azért ez is termékeny, csak meglehetősen visszafogottan. És minthogyha innen ide áradna be valami, tehát töltené föl fokozatosan, egyébként ez a kis gömböc is, tehát ezt tölti föl fokozatosan, miközben egy hatalmas energiaáradás két irányban. Most itt nagyon fontos, hogy ezek a föld felé mennek, tehát ez repülni nem fog. És honnan tudjuk, hogy nem fog? Mert a jobb kezét egész idáig kiterjeszt, és lefogja a saját szárnyalásának lehetőségét. Tehát a tevékenység jobbik fele, mert a kéz mindig a tevékenységet jelzi, az arra irányul, hogy ami fölfelé tudná vinni, az a föld felé hasson. És ez nagyon fontos tétel, mert voltak éppen, ha jó irányban hat a szűz, akkor óriási lehet a Földön a javító hatása. De akármit csinál, mindenképpen analitikus jellegű lesz. Tehát elindít egy folyamat, nem tud a szerencsétlen belőle kiragozni semmit, csak azt a folyamatot magát ismételni. Tehát ami így megoldható a földi életben, azt ő meg tudja oldani. Ami így nem oldható meg, azzal nem tud mit kezdeni. Tehát ez nagyon fontos tétele a szűz tulajdonságnak. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a meséinkben legalább ugyanolyan arányban szerepel a jó szűz, mint a rossz. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most akkor a szűz már csak rossz irányban tud hatni, mert csak fölosztani tud, és csak ugyanazt tudja ismételni, hanem itt arról van szó, hogy nagyon-nagyon jót is szolgálhat vele, meg nagyon-nagyon rosszat is. Ez most elég nyilvánvalóan a jó szolgálatnak a megjelenítője. Mesékben, ha rossz, akkor hát nyilván rájöttünk, az a boszorkány alakjában jelenik meg. Na jó, de a boszorkány lánya meg a legnagyobb jó. Tehát ugyanott van a legnagyobb jó, ahol a legnagyobb rossz. Az a kérdés, melyiket tudjuk megszöktetni. Tehát aki úgy gondolja, hogy ő a boszorkány szöktet, most egyébként mikorunkban erős nagy boszorkány szöktetés folyik, mert ha megnézzük, a világban gyakorlatilag csak ez működik. Tehát a felszínén a világnak csak ez működik. Tehát egyfolytában. Na most erre azt mondjuk, ugye, hogy ez perverzitás. Na és? Ez az egyetlen perverzitás ma? Tehát még ez lenne a legegyszerűbb, vagy legkönnyebben megbocsátható, ha itt sorozatban vénasszonyokat szöktetnének. De nem ez folyik. Már macskástól tudnék. Hanem egészen más dolgok folynak, de ugyanebben a nagyságrendben. Tehát a sötét erőknek a felszabadítása felelőtlenül, rövid távra szóló talmi sikerek érdekében. Na, menjünk akkor tovább. Tehát lényeg az, hogy a szűz tulajdonságok a szárnyalást visszafogó nemes gesztussal, tehát a jobbik gesztusa, ezzel válnak igazán magas rendűvé. Most képzeljük el, hogy én tudok repülni, és csak azért, hogy az ittenieknek elmondhassak dolgokat, nem repülök. Azért ezt gondoljuk végig. Szóval nem kis áldozat. Na, menjünk tovább. Erről is elég sokat beszélgettünk. Itt most a
kiegyensúlyozottságnak a képjelét kapjuk, ez a mérlegnek a képjele. Tehát itt a mérleg havában járunk, azt is megbeszéltük már, hogy ezt a formát én nyugodtan kiemelhetem, hát ezek akkor fenékre esnek, de nem baj, hát végül is ők madarak. Kiemelhetem, föltehetem mondjuk egy fatetőre, és akkor minek fogom találni? Fészeknek természetesen. Na most ebből én összevonhatom, és csinálhatok egy ilyen alakzatot, és rátehetem mondjuk az ő fejére, akkor mi lesz belőle? Akkor kalap lesz belőle. Tehát ezek a formák, anélkül, hogy én hozzájuk nyúlnék, ugyanezt a tendenciát kifejezve lehetnek egy szellemi kiegyensúlyozottságnak a képjelei, lehetnek egy fatetőn megjelenő kiegyensúlyozottságnak a jelei, és lehetnek mondjuk egy viharos tengeren a túlélést biztosító egyensúlynak a képjelei. Tehát lényegében mindig ugyanarról van szó, mégpedig egy bizonyos tendencia két szélén bekanyarodik, tehát ez azt jelenti, hogy nem engedi valamilyen kemény, sötét erő, nem engedi tovább menni ezt a tendenciát. Milyen tendenciáról van szó, ha ez nyilatkozik meg benne? Hát nyilvánvalóan fény tendenciáról. Ezt egyébként bizonyítani lehet a csengesimai mennyezeten, de ezt majd annak idején. Ez az, amit ha én megfogok két szélén, akkor a fény befelé sűrűsödik, és itt fölszakad. Érthető? Tehát azt jelenti, hogy besűrűsödik a fény, és míg ezek még zárt állapotban vannak, itt középen fölhasad. Ez már nincs zárva. Az eredetiben sincs, nem csak ezen a másolaton. Tehát ebből indul el most már belül az élet, amit majd meg fog menteni ez a bárka. És ennek zárt állapotban kell megmaradnia. Miért? Mert veszélyhelyzetben vagyunk. Tehát végig be van tokozva az élet, és gyakorlatilag erről a létezési formáról van szó. Két irányba ki tud mozdulni. Az egyik irányban itt világos maga a madár, és ami a csőrében van, az egy életes valami. Tehát abból már rügyek indulnak el, két irányba is, fölfelé is, oldalirányba is. A másik ennek a túloldalán, a másik szélen, az pedig sötét, és egyetlen aszúág jön ki a csőrébe. Az eredetiben ez a sokkal érthetőbb, vagy érzékelhetőbb, itt egy picit föl van ez is gazdagítva. Mind a kettő ilyen tüskés gömb, minthogyha egy csillag volna a tetején, a középsőn viszont nincsen. Most erre mondják, hogy hát kifogyott a tinta, elfogyott a festék, elfelejtette, nehézkezű volt, nem tudta még egyszer megcsinálni. Holott egy teljesen tiszta képletről van szó. Valaminek van három fázisa, az egyikben világos, és hozza az életet. A másikban sötét, és megtartja, de nem táplálja, nem hozza. Tehát nem eleven. És van egy olyan, amikor nem látszik. Tehát zárt helyen van. Ugyanakkor galamba fejezik ki. Most erre mondják, Noé galambja. Jó, persze, én is ugyanazt olvastam. De még egy valami van, adva van a mérleg, és abban van egy otthon lévő bolygónk. Ez az otthon léttel már azt hiszem, hogy találkoztunk. Otthon vagy uralomban, itt a Vénusz van. Ha nem Vénusz lenne, akkor nem életet őrizne, és nem harmónia által, mint keret által őrizné meg. Ezek jellegzetes vénuszi tulajdonságok. Igen, ám, de a Vénusznak három állapota van. Van egy hajnalcsillag állapota, az az élethozó, van egy esti csillag állapota, mind a kettő csillag, tehát mind a két esetben látjuk, és van egy harmadik állapota, amikor nem látjuk. Miért? Mert vagy a nap mögött van, akkor a naptól nem látom, vagy a nap előtt van, akkor meg a napnak annyival nagyobb a fénye, hogy nem tudom észrevenni. Tehát ilyenkor van rejtett állapotban. Tehát rendben van, hogy Noé, senki nem akarja kitiltani Noét. De egyet tudni kell Noéból, én ezt a rendszert ilyen formában soha nem tudom levezetni. Tehát sem ezt a zárt állapotot, ezt a kétféle szint, ezt a kétféle, hogy mondjam, inda típust. Még ezt is önmagában ki lehet olvasni a írásból, de nem ebben a szerepkörben. Tehát ugye hollóval ott is találkozunk, de nem így. Nem egyenletes, tehát egyensúlyos elosztásban, és nem ebben a szerepkörben. A holló ebben a szerepkörben egyértelműen Szaturnusznak a madara. Tehát a megtartó, a visszafogó erőjé. És hogy kerül Szaturnusz a mérlegbe?
úgy, hogy ő van erőben. Tehát a Szaturnusz erőben van, ez egy nagyon határozott cselekményindító tevékenység. Cselekmény indítás az úgy is értelmezhető, hogy egy már meglévő cselekményt drasztikusan leállít. Tehát ez lehet egy negatív cselekményindítás is. Ebben az esetben jól láthatóan erről van szó. Tehát ez menne tovább. Sőt, azt is tudjuk, hogy mi lenne belőle, ha tovább menne. De megjelenik Csenger Simán az is, amikor ez nem tekeredik be, ugye a rátelepedő sötét erőtől nem hunkorodik vissza, hanem megy tovább. Mi lesz belőle? Hát ott van néhány kazettával odébb, ez lesz a holdnak az ábrája. Tehát itt gyakorlatilag hold erőkről van szó. Na most, ha együtt hat egy hold erő és egy Vénusz erő, akkor abból mi lesz? Abból lesz egy szűzanyaság. Mert a hold az állandóan visszaszűzesít, ezt visszafogják, érthető? Kibontakozik belőle a fény, el tud kezdeni működni a vénuszi ciklus, és akkor mi lesz belőle? Anya lesz belőle. Tehát ezért van az, hogy bárkának szokták mondani Szűz Máriát is. Tehát benne van a liturgiával. Érthető? De ha én megkérdezem a papot, fogalma nincs, hogy miért. Nem ő a saját hibájából, hanem azért, mert egyszerűen nem tanítja. Ezt a rendszert nem tanítják nekik. Sőt, ha meglátja, azonnal eretneket kiabál, és már elítélt. Most erre mit mond az ember? Hát legyen neki az ő hite szerint. Ha beéri ennyivel, legyen neki. Tehát lényeg az, hogy ezek gyönyörűen olvasható rendszerek. És nagyon szépen lehet érezni, bizony a mérlegben vénuszi otthonlét, tehát az, hogy mi történik általában a mérleg havában, a megőrződés. Az életnek a megőrződés. Erre mondjuk, hogy ez a bárka, ez minden őszi napi egyenlőségkor előáll. Aki belemegy ebbe a bárkába, az megéri a következő tavaszt. Aki nem megy be a bárkába, az elpusztul. Mert ez maga a menedék. Tehát itt indul el az élet a menedék felé. Ha valaki mag formájában akarja a következő évet megélni, az akkor lemegy a föld alá, ugye lehull és ott beágyazódik, és akkor az mag formájában éli túl. Ha valaki mondjuk pocok, az elkezdi magának a vackot ásni a föld alatt, tehát mindenképpen, ha medve, akkor a barlangját megkeresi. Tehát lényeg az, hogy itt kezdi el kialakítani azt a szállást, amelyket utána az idő zordulásával majd birtokba vesz, és amelyben át tud vészelni. Aki itt nem keresi el, nem indul el a fészke felé, vagy a vacka felé, le fog selejteződni. Kész. Ezért van az, hogy egyszer bezárt a bárka, tehát már hiába jön valaki, hogy a bocsánatot kérek, meggondoltam, mégis be akarok, mert nem jössz be. Nem jössz be, kész. Hát itt Szaturnusz az, aki eldönti, hogy eddig és nem tovább. Na most, ma nem fogjuk ezt folytatni, de lehet érzékelni, hogy itt nem tengert jelenít meg. Itt egy olyan erőt jelenít meg, amelyet mi már ismerünk. Ezt hogy ismerjük? Milyen néven ismerjük ezt a kettőt? Fordítsuk meg. Hol találkoztunk vele? Hát pont az előző fázisban. Tehát azt jelenti, hogy a szűz típusú erő, amelyik csak fenyegető módon érvényesül innentől kezdve, hát bizony, ha ez nem kap egy, tehát az élet nem kap egy ilyen burkot, hát az úgy kiszív innen bennünket, hogy nézhetjük magunkat. Tehát ez itt már fenyegető erőként jelenik meg. És ha még kicsit elgondolkozunk, hogy tulajdonképpen miért csak állatokat vitt be Noé a bárkában? A növényt miért nem vitt be? Hát biztos, hogy nem volt növény a bárkában? Alszik a társaság, nem baj, majd szünet után ébresztő lesz. Hát ha én most táviratban értesítem, kit értesítsek, Nagy Gábor, tiszteletes urat, Tákoson, hogy nő van a dologban. Táviratban hogy írom le a nőt? Na most akkor volt a bárkában nő, vagy nem volt? Tehát növényi élet, a növény az a növevény szónak az összevont alakja. Annak a gyöke az a nő. Ha a világ nő, akkor ezt növény alakban jelenítem meg.
Ha megállapodik, akkor állatalakban jelenítem meg. Ha magyar vagyok. Ha nem, akkor mondhatok, amit akarok, rajzolhatok, amit akarok. Kettőnek nem lesz köze egymáshoz. Tehát minden esetre bizony ott van a növényi élet, és ebben az egyformában, ahogyan Noéban megjelenik, így át is menthető. Az összes további növekedési tendencia az életre veszélyes. Ezt ki kell zárni. Mert egész egyszerűen elpusztítja, kiszippantja, lehangolja önmagáról, és ezáltal megsemmisíti. Tehát eddig, ameddig Noé bemegy a bárkába, eddig az ember mivel táplálkozik? Csak és kizárólag növénnyel. Tessék majd egyszer elolvasni, amikor elmondja az Úr Ádámnak, Évának, hogy mivel táplálkozhat, egy ennyi állati táplálék sincs. Csak növényi magvakkal. Mit kap új táplálékként, mikor kijön a bárkából, tehát kezdődik egy új időszak, innentől kezdve állatokkal is táplálkozhat. Érthető? Tehát egy növényi lét szint lezárult a bárkából való kijövetellel. Addig növényi szinten élt az ember. Ez egy nagyon fontos tétel. Mert lehet, hogyha egy kicsit később már többet tudunk, kevésbé vagyunk aluszékonyak, akkor majd ezt részletezni is fogjuk. Tehát nagyon fontos tudni, hogy bizony eddig növénnyel élt és növényként élt. Amit eszem, én azzal azonos vagyok. Ennyit erről, tehát bizony ott volt a növény a bárkában, Noé formájában, egy növényi szintű élet formájában. Ez vészelte át a növényi szinten kapható legnagyobb veszedelmet, és amikor kijött ebből az árt állapotból, a maga áldozatát bemutatta, akkor az Úr fölhatalmazta arra, hogy innentől húst is ehet. Ennyit erről. Szünet után mi is áttérünk egy újabb létfokozat.